Na várjunk egy hogy kicsit. a Magyarországról odaszakadt aranybányát megint meg akarják nyitni, és ebből, de nem az, hogy itt már nem ment, mert az Auró nem engedte. Auró? Ki az? Auróra cirkáló? Auróra cirkáló nem engedte. Aha, jó van. Most éppen ezért vagyunk. Eladták Amerikának. És mi van az Auróra cirkálóval? Kapott, de nem... A földön kapott, a kibányászott földön, amiből kiszedték az aranyat, aha, hogy azt ő megveszi, azt a földet. Most ezek gondolkodtak rajta, most eladjuk, ne adjuk, mit csináljunk vele. Hát azt vették meg Amerikába, és mert ők, az ők elméletük szerint, még abból sokan biztos kinyomozták már ezt, mert hogyha semmiért nem adnak pénzt Amerikába sem. Pista bácsi, akkor maga ott volt az USA-ban, mikor tombolt az aranyláz? De úgy volt. Még a 19. század végén, emlékszik. Egyszer volt egy aranyórám, olyan gyorsan eltűnt, hogy soha többet nem kell egyszer. Igen? De azt egy század orosz katona vitte el, nem? Vagy az, de azt bányázták azt az aranyórát? Vagy mi volt? De nem az órát, hanem az aranyat. Én azt hittem, hogy az órát is bányázták, az aranyat. Hát valahonnan csak... Pista bácsi, az aranyórát nem bányázták? Azt nem. Hát az hogy, honnan van az aranyóra akkor? A Pista bácsi nem válaszol, megint hülyék maradtunk. Pedig olyan szépen belevágott. Látom, nem a szavak embere. Hát nem, mert előbb ki kell bányászni az aranyat. És abból lesz az óra. És abból csinálnak az órások órát. Akkor ezt megbeszéltük, ez szép volt, jó van.